Hello, sziasztok! Úgy döntöttem, próbáljuk most ki élesbe a Fishcars-nak az egy kés családjából ezt a sévkést. Amit én azért tartok ebben togva, mert retek éles, aztán belenyúlok, levágja az ujjam. Vigyázzatok vele! Annyira ezt hallgat? Mint a filmekben, amikor valami nagyon éleset vág, vagy éleset így előránt a főhősünk, aki általában mindenki lever, bajszos és furcsa ruhákat hord. Szóval csináljunk egy pörköltet, itt két dolgot kell ugye aprítani, egyrészt a hagymát, ezt elteszem innét, másrészt a húst, úgyhogy most itt éles bevetés jön, hagyma, mind a vaj, ugye ez nem vadonatúj kés, egy tesztje van, amikor, hú, ez nagyon kell videázni, ez, tényleg ne játszatok vele, mert ez bitang, érezni, hogy oda teszed, és ott már nincs semmi, ahova tetted. Nem is tudom, hogy ez így merem-e pucolni a hagymát, mert igazából nem, mert rossz helyre nyúlsz. Hát gyerek elől ez elzárva tartandó, az 100. Az nagyon biztos. Úgyhogy inkább így pucolom bénán, mert hát nem is verek vele gyorsan a hagymát vágni, mert ahhoz valami életlenebb kést javaslok, vagy nagyon gyakorlatnak kell lenni. Ezzel ne szeleteld iszonyat gyorsan a hagymát, mert észre se veszed, ahogy szeletekre vágod az ujjad. Azért szerencsétlenkedek most itt a hagymával kézzel, mert ezt amúgy egy mozdulattal leszoktam húzni késsel. Na, szóval. Hát ezt nem merem gyorsan. Tényleg nagyon, nagyon oda kell figyelni. Hát ez nem is kell, csak lefelé tolod, és nem is kell megtolni a kést, hogy olyan éles, mint egy szike, konkrétan. Aztán, hogy ez milyen lesz a későbbiekben az idő vastaga által, azt nem tudom. Ide készülünk így a hagymára, aprítsuk össze. Most így nem tűnik ez izgalmasnak, de talán nem vágom el magam. Ha igen, akkor majd kivágjuk stílszerűen a videóból. Iszonyat éles. Tényleg öröm vele, álom vele. Op, na ezt mondtam, hogy egy kicsit nem figyelsz. Épp hogy oda teszed a körmödhöz, már belevágták körmödbe majdnem körömágyig, szóval pillanat alatt átviszi. Nagyon odafigyelni. Jó a megszokás. Na ezt nem, szép lassan. Veszedelmes a szerszám, nem ismerem így onnét errefelé nagyon lehúzkodni, azért ilyen suta a kezem. Megszoktam a nagyon jó kés a dick, de hát azt nem lehet szerintem ennyire megélezni, ez nem ilyen. Az olyan bátran lehet dolgozni, az úgy belevágsz az ujjadba, de ezzel úgy érzem, hogy ha megcsúszik a kezem, akkor nincs ujjam. Veszélyes, mint egy flex. Na és akkor jöjjön a hús. Ezt most ide eltesszük. A hús! Vágjunk bele nájlont is. Azt is úgy viszi ezt a vastag csomagoló zsugorfóliát, mint a vaj. Mindjárt egy kicsit megmosom a húst. Pillanat, nem tudom kivágni egyedül, meg nem érek én erre rá. Így legalább látszik. De már vágtam az ujjam. Úgyhogy észre se vettem, szóval tényleg veszedelmes az eszköz. Mi meg tegyünk egy tányért, amire a hús jön. Csak kockázzuk föl, mócs. Aszta! Hú, hát ez nagyon veszedelmes. Azt mondom, nagyon óvatosan, akkor szolidan fogalmaztam, mert nem, annál sokkal jobban óvatosan. Ez nagyon veszélyes ez a kés. Egy pillanat alatt föl tudsz vele kockázni bármit. Gondolom most nem látod, de nem tudom hova tenni. Rosszul pakolok, mi? Apás szülés volt a fiamnál, és amikor vágtak, na annak volt ilyen hangja, amikor úgy belevágnak ott a húsiba, hogy legyen hely. Meg az érzés, amikor a köldökzsinort elvágtam, szóval, hogy fúgy, az a kis hangocska. Azt, jó, nagyon durva,
Azt se érzem, hogy porcot vágok, inat vagy mit, mert ez... Borsodik az ember háta, mert ezzel tényleg oda kell vágni, ahol vágni akarsz, mert ahova tetted, ott elvág mindent. Értelemszerűen fadeszkán kell használni, nehogy kimenjen ez a drága éle, mert azért fizet... Hú, a hagymát azt úgy keresztbe vágtam majdnem, csak oda ne szorítsam az ujjam. Mind a mesében! Kezet mosok, és egy kézzel belevágok nektek a húsba, hogy milyen, hogy rá se nyomom, nem is fogom a húst. És mégis, valami irgalmatlan. Na figyú. Van ott fény, nincs. Hogy... De ha csak rányomod, és így mozgatod, elviszi. Hogy valami bitangveszélyes, és így is. Hogy de pillanat alatt megbököd, elvágod vele magad, levágod az ujjad, akár. Ezt a kést az használja, az vegye, aki tudja használni. Szóval ezzel nagyon vigyázzatok. Tényleg nagyon jó kés, nagyon éles, nagyon el kell tenni gyerek elől, és fel kell iratkozni. Ennyit akartam csak mutatni. Ez egy jó kés. Hello, bello!